...hogy a podinak elment az esze... Brit tudósok szerint hat férfiből kettő. Az négy. Na, papi, mami! Mindenkinek üdvözöllek benneteket! Arra gondoltam sajnos, hogy a vlogot már senki nem hallgatja, és innentől ilyen haláleseteket, meg ilyen durva dolgokat fog csak feltölteni a csatornámra, mert hogy erre van igény. Nem. Tehát nyilván nem erről van szó. Na mielőtt ö, megőrülne mindenki, hogy a podinak elment az esze, és ilyen, ilyen brutális videókat tölt fel az internetre, és megbolondult, és ki tudja honnan szedte, ugye meg kell, hogy nyugtassak mindenkit először is, hogy ez a videó természetesen nem igaz ezt a videót, ezt én szerkesztettem, ezt én készítettem. Na most ugye, aki nyomon követ engem, meg tudja nagyjából, hogy én filmezek, tehát én most már elég magas szinten értek az ilyen különböző effektekhez. Ugye rengeteg filmet legyártottam, effekteket legyártottam a főcsatornámon is, tehát aki nem tudná. Na most ugye mi is ez az egész, be is került ez a videó egyébként egy AE nevű emberi butaság mappába, vagyis lejátszási listába, tehát AE, mint After Effect, tehát ott is mutatja. Most a lényeg az egésznek az lesz egyébként, hogy aki engem nyomon követés tudja, majd megnézi ezt a videót például, mert egyetlen egy videó lesz, ahol ezt elmondom, és az pedig ez a videó. Tehát aki erről lemarad, az, 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 az vesse magára, így is lehet mondani. Tehát bekerül ebbe a, a lejátszás listába, és így azon kívül, akik engem követnek, teg nem fogják tudni senki, hogy ezek a videók kamu videók, tehát ezeket én készítem. Itt valaki írta is, hogy valószínűleg egy vloghoz kell. Ez így igaz, egyébként egy kicsit ilyen felmérésszerűen Szeretném azt látni, hogy, hogy hány ember téved ide, és hány ember keres rá ilyenekre például, de nem kell megírni, tehát nem ilyen baleseteket fogok itt legyártani. Egyébként szerintem azért, amikor egy ember egy, beül egy moziba, sokkal durvább dolgok történnek, tehát azért nem, nem kell teljesen felháborodni, szerintem azért annyira ezen a videón, tehát... A másik meg az, hogy, hogy látjuk majd a kommenteket, ugye, hogy még ezen kívül ki az, aki majd vitatkoznak, nem vitatkoznak, tehát különböző videók lesznek, itt lesz mindenféle ufós videókat töltök föl, persze mindet én fogom megcsinálni, tehát ezt még egyszer most itt elmondom. Aki látja ezt a videót, azt úgyis rögtön tudja, mit tudom kigyulladt az XY utca, meg ilyen, ilyen mit tudom ilyen fasságokat, ami amik uh, úgy lesznek megszerkesztett teljesen, mint a lennének, tehát ne ijedjetek meg, ez mindet én fogom legyártani, most ha uh, akarjátok, majd mutatok egy-két projektfájt, akit érdekel, hogy uh, hogyan szerkesztettem meg ezeket, szerintem nem kell bizonygatnom, hogy én csináltam, uh, hiszen uh, tudjátok, hogy azért a Greenbox-tól kezdve az After Effects, ez azért most meg egész magas szinten értek, olyan szinten uh, legalábbis, hogy uh, nagyjából tudom, hogy mi az pont az a, az a fajta effekt, ami nem túlzás, de elgondolkodtató, stb. stb. Baromi kíváncsi vagyok, hogy az emberek egyébként hogy viselkednek. Egyrészt, hogy lássátok azt, hogy mennyire manipulálható egy videó, az nekem nagyon fontos a nézőimnek, hogy ne dőljetek be ilyen különböző videóknak, mert látjátok ezeket, imádják fölrakni, majd tipikus ezt is egyébként lelopja valami ö, újság vagy valami, és akkor a címlapnak kirakják, mert volt már nem egyszer ilyen, ugye mondjuk a firával is. Mert ő azért nagy szeretettel készít mondjuk videókat, de elkezdtem megint foglalkozni az After Effects-tel egyrészt, mert megjöttek az új fények is, amiket rendeltünk. Tehát a Greenboxhoz most már teljesen megvan az egész fotós fényrendszerem, tehát elkezdem a, a fi, minifilmeket legyártani, de mellette meg gyakorolnom kell, és egyébként ez egy baromi jó kihívás is, hogyha olyan effektet tudsz gyártani, amit az emberek már nem tudnak megkülönböztetni a valóságtól, illetve kételkednek benne. Úgyhogy nekem ez egy tök nagy kihívás, ezért nektek szeretném előre közölni, hogy nem bolondultam meg, tehát nem töltök fel ilyen videókat, hogy, hogy leszedek valahonnan egy ilyen, egy ilyen brutális lesetet, ami igaz, és fölrakom, tehát nem erről van szó, ezek szimplán effektek, ezek gyakorlások, viszont aki ide téved, és majd ö, ö, vitatkoznak ezen, azon jót lehet majd mókázni, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ö, ha látjátok a következő ilyen videókat, akkor csak ilyen rébuszokba fogalmazatok alatta, illetve hát nagyon sokan jóvá vagytok hagyva már a kommenteknél is. Ö, persze itt is nagyon sok embernek leesett rögtön, és az ilyen burkoltan írta is, hogy szép munka, meg hogy mekkora troll vagyok, mesélj majd el az egyik vlogba. Tehát akkor ez a vlog, igen, ez egy ilyen trollkodás, de ugyanakkor mondom, nekem elég nagy szakmai kihívás az ilyen videókat gyártani, úgyhogy lesz ufos videó, meg nem tudom, a következőt arra gondoltam, hogy egy ilyen, egy ilyen orbitális nagy pók fog mászni mondjuk valami házfalon, ahol ráközelítenek, és így úristen ilyen nagyon nagy, de pont akkor lesz, hogy még így el lehet majd inni, ezen gondolkodtam és lesz még egy csomó fajta ilyen kis mini videó, és még egyszerre a lejátszás lista bekerült, tehát nem bolondultam meg. <laughs> Láttam, hogy kicsit eluralkodott a káosz, hogy, hogy a podi meg teljesen, de nem. Úgyhogy mondom, azon kívül a csatorna megy tovább, tehát nem lett arculatváltás. És <laughs> de egyébként így jókat lehet rögni már ezen is, hogy akik ismernek engem, még azok is elgondolkodnak néha, hogy ilyenkor, ilyenkor mi, a, mi a franc van. Úgyhogy csak nagyon kíváncsi vagyok majd a, a, a reakciókra is ilyen teljesen idegen emberektől, akik ide tévednek, meg, meg milyen érdekes, hogy egyébként erre hány ember ákeres ilyen fasságra, hogy, hogy erre kíváncsiak az emberek, szóval egyébként ez is elgondolkodtató. Hát ha egy-két egy ötletetek van, hogy mi mit lehetnek, akkor nyugodtan egyébként írjátok ide, hogy mi az, ami így érdekelti az, az embereket, mit tudom én ilyen... Tehát tényleg bármi beleférjen, felhőszakadás, földindulás, forgószél Budapesten, meg ilyen marhaságok, amire az emberek majd beszélnek, meg elhiszik, meg vitatkoznak rajta. Én meg meg megpróbálom maximálisan úgy elkészíteni, hogy gondolkodjon még az is, aki ért hozzá mert ö, mosítottam már egy olyan szintre nagyjából, ahol, ahol már le tudok gyártani körülbelül majdnem mindent, amit szeretnék, illetve mondom, még egyszer ö, elkezdődik a Greenbox forgatás, úgyhogy aminek én nagyon-nagyon örülök, úgyhogy napokban el is kezdem, még pár kelléket kell vásárolnom hozzá. Na, jó. Úgyhogy nagyjából, nagyjából ennyi. Jó, majd nézzétek meg, bent van a lejátszási listában egyébként emberi butaság névem. Úgyhogy aki most látta ezt a videót, és tényleg követ engem, valószínű azok tudni fogják ezt, akik nem követnek, azok majd csodálkoznak, megrémülnek, szidalmaznak, leiratkoznak, bármi történik. Én, én, ezt, én ezt szeretem, szerintem ebbe semmi rossz dolog, szerintem nincsen. Aki úgy látja, hogy van benne rossz dolog, azt is megértem, annak persze nem kell ezt nézni. Én, én, én szeretem ezeket az effekteket, szeretem legyártani ezt az egészet, szeretem, ha úgy sikerül valami, hogy, hogy az emberek ne értsék. Tehát én ezt még egyszer nem azért csinálom, hogy hogy mit tudom én valahova tényleg bekerüljön és valami történjen, nem ezért csinálom, hiszen most egy ebbe a videóba elmondom, hogy az összes kamu én gyártom le egyszer és mindenkorra. Tehát innentől kezdve már csak figyelni tudjuk a, 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 a reakcióját, úgymond a, a jöttment embereknek, és szerintem ez egyébként egy ilyen, egy ilyen megér majd egy vlogot, vagy egy live-ot, sok helyen majd tudok róla beszélni, ha ez egy picit beindul. Ti meg igazából picit mosolyoghattok rajta. Meg, meg, szerintem nagyon jó példa lesz nektek is, hogy most tudjátok, hogy ezeket én készítem, és hogy az emberek mennyire, mennyire el tudják hinni, mennyire meg lehet manipulálni őket nagyon egyszerűen, akár egy videóval pedig, hát látjátok, most én itthon legyártom izével, le, leheggeztek egy ilyet is. Hogyha ennek a nagy hírverést csinálnánk, tehát tegyük fel, ez mondjuk egy indexre ö, felkerülne, vagy a tévében, vagy csinálnánk mögé egy marketinget, tehát az összes ember el tud, tu, tu, még beleírnánk valami nagyon szemétséget, hogy hogy, 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 most volt gyereknap, és mondjuk a gyereknapon történt, és mindenki elhinné, komolyan mindenki elhinné. Tehát nem is, nem is cáfolnák meg az emberek. Úgyhogy ez a sorozat elindult, közhírét tétetem, nyugodjatok meg, nem örültem meg teljesen, csak félig.